Van egy sajátos figurája Újpestnek, akinek két különös ismertetője van. Egy, hogy mindig mosolyog, másik, hogy fényképezőgép van a kezében, vagy lóg a nyakában, az összes Újpesti rendezvényen, és különböző közéleti programon ő ott van, és ezer százalék, hogy fotózik, úgyhogy bizonyára kedves nézőink is látták már. És most láthatják a fényképeit is, mert egy kiállítása nyílik hamarosan, méghozzá pénteken, azaz ma, amikor látják ezt az adást, április 7-én, és egészen április 29-ig látható. Lebovics György kiállítása, akit szeretettek köszöntök a stúdióban. Szervusz Gyuri! Szervusz, és mindenkit köszöntök én is. Ö, olyan vagy már egy kicsit, nyilván nekünk is innen a tegeződés, hogy számtalan ö, ilyen rendezvényen találkoztunk már. Olyan vagy egy kicsit egy ilyen rendezvénynek, bármilyen újpesti, újpesti bulinak, mint hogyha a része lennél. Lassacskán az lesz, hogy, hogy ki fognak nézni a fellépők vagy a szervezők. Lebovics itt van? Ha nincs, akkor ne kezdjük még el. Volt már ilyen. Volt, ilyen. volt már, ilyen? ilyen, hogy hol vagy? Miért nem jöttél? Mert késtem valamiért. Ö, senkinek nem kellett beszámolnom, hogy miért késtem, vagy miért nem vagyok. Hisz a magadura vagy. De, de igen, hiányolnak, és ez nagyon jól esik. Aha, tehát, hogy ez egy teljes abszolút ez részem. nagyon jó. A, ugyanúgy részed ez a fajta újpestiség, nem? Ez a lokálpatriotizmus. Tehát te nem nagyon lehet elképzelni téged Újpest nélkül. Hát nem. Nem. Próbálkoztam én ö, gondolatba, hogy máshol is Fotózok, valami témát próbálok találni, de újpest az újpest. Jó, hogy mindig ugye el kell, elmész a fotózni, de mindig ide vissza é, Teljes. És az nem ah. is úgy, nem sikerül úgy az a, az a téma, amit nem újpesten csinálok, mert valahogy valahogy nem, nem az enyém mm. a másik terület, és ezt tudom azzal is hasonlít, ahhoz is hasonlítani, hogy én portréfotós szerettem volna lenni egy portrézásnál a, port, a, a ö, elikvenc, akit fotózok, azzal egy hullámhosszon kell lenni. Akkor jön le a képről az, amit én szeretnék. És te az újpestiekkel vagy egy hullámhosszon? Hát pontosan. Aha. Hát így van. Mióta élsz te Újpesten? Mióta? Mióta élsz Újpesten? Mióta élek? 50 éve. 50 éve. Tehát van egy jó fél évszázadosabb búni ebben a dologban. Igen, hát itt voltam suliba, mm. megyeri úti iskolába, itt voltam rendőr, itt nősültem, mm. lányom itt ment férhez, itt született a lányom. Tehát minden ide köt. Minden ide köt. Uh -huh. Sok olyan, sok olyan művészembert, emberrel találkozhatunk, vagy sokan csinálják azt, és ez valószínűleg nagyon üdvös dolog, hogy érdekli bizonyos művészeti ág, de közben az élet különféle, mindenféle vihara ide-oda terelgeti, dolgozik, élni kell egy tisztes polgári életet, de amikor nyugdíjba megy, és újra lesz ideje, akkor visszatér ahhoz a művészeti ághoz, ami, ami érdekli. Nálad valami ilyesmi a fotózás? Nem, 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 nem. Én eljöttem nyugdíjba, és drága feleségem még akkor élt, és horgászgattunk. Jó levegő, csak én meguntam. Tehát hogy neked az volt, tehát neked a nyugdíj utáni hobbid, az a horgászás. horgászat Igen. volt. Meguntam, hogy ha esik, nem jó, ha nincs hal, nem jó, ha szal, soka, meg a cuccolás jobbra-balra. És nekem mindig is volt fényképezőgépem. Tehát mindig érdekelt. Érdekelt, csak, csak valahogy nem nem stimmelt valahogy, nem tudtam ráhangolódni, és egyszer csak beugrott valami, bekattant valami, mint a művészeknél szokott, hogy valami nem stimmel, és mondom, fotózok. Minden horgász eladtam, pénzét tettem olyan dolgot, amit otthon megbeszéltem, hogy pénzét tehetek, mm. és így, egyébként így indult. Kidobtad a balasztokat a a léghajóból és a fotózás teljesen, felé elindultam. Teljesen. És nagyon-nagyon nagy szerencsém volt, hogy a kiskutyával, kiskutyánkkal jártam le a Rexbe, ahol egy fotóval foglalkozó, elég komolyan foglalkozó családdal ismerkedtem meg, és ő kezdte mondani, hogy ne innen, ne úgy, ne amúgy, ilyen beállítása, Fogalmam se volt, miről beszélt. Tehát teljesen alapszintről. Teljesen alapszintről. Elkezdtem könyvet olvasgatni. A pénzt sajnáltam oktatásra. Mm. Mert azért egy ilyen ö, alapoktatás is nagyon... Igen, de, de elkezdett képezni magadat, magyarán szóval. Így van. És utána, ami nekem nagy lökést adott, a kis arany lányom mondta, hogy apa egy évvel ezelőtti képeidet megnézve meg a mostani között, ha zongorázni tudnám a különbséget, akkor én a zongora művészek között Ferenc élnék. lennék. De ö, te is érezted ezt a fejlődést? Igen. Igen. De honnan tudtad, hogy neked ez az egész, hogy oké, okay, elkezdesz valamit, azért a horgászat, meg a fényképezés azért más, pláne ö, akkor más, hogyha te a termékedet be akarod mutatni, tehát a művészi termékedet. Ö, mert hogy ugye fogsz-e halat vagy nem, az tök mindegy. Ha jót fotózol vagy nem, az is bizonyos, addig az is mindegy, amíg meg nem mutatod nekem, meg a, meg a, meg a, meg a többi nézőnek. Honnan tudtad, hogy neked ez van nem. tehetséged? Nem tudtam. Tehát nem a tehetség számított, hanem az érdeklődés? Igen. Igen, félig meddig. De ha nagyon visszamegyek a gondolatomba, az életembe, az édesanyám öccse fotós volt. De én akkor ilyen kis gyerek voltam, uh -huh. hátul gomboló szokták mondani, én nekem eszembe se jutott, hogy, hogy én majd amiatt leszek fotós, mert uh -huh. de van, valami van benne, nem tudom mi mitől lett ez, de egy biztos, hogy szeretem, ha valami ö, érzelmet fakasztok a képeimmel, akár pozitív, akár negatív. Uh -huh. De de mondja azt valaki a képre, hogy, hú, ez de érdekes. Én ezt én nem láttam meg, csak most, hogy látom. Valaki azt mondja, hogy, hát ez minősíthetetlen, de nem baj. De mis Aha. Nem baj. Neki ez a véleménye. Viszont akkor, akkor azt csak abból kiindulva, hogy valaki mondta, hogy ezt én nem láttam meg, ez azt jelenti, hogy elkezdtél egyre inkább fotós szemmel nézni, fotós szemmel látni dolgokat. Mert ugye a fotós attól különb, mint a nem fotós, Igen. hogy észrevesz olyanokat is, amiket mondjuk én nem, és ezt ugye De meg ezt én is De én örökíteni. nem tudtam, hogy azt teszem észre, amit. Aha. Ez, ez jött. nem volt ilyen tudatos? Ez jött magától. Hmm. Én olyanokat láttam meg tényleg, és ezt nem én tudtam meg, hanem mondták, hogy Jaj, tényleg ezt te megláttad? Jó, nem kell szerinkedni, de Ez... tévéműsorban vagy, nyugodtan. Nem, 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 nem. Ö, és, és meglátok olyan dolgokat, vagy megpróbálok meglátni olyan dolgokat, amit más átsiklik rajta. Aha. És akkor ez okoz valamilyen olyan élvezetet, mint amikor a, a 5,5 kilós os pont elviszi az úszót, és, 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 és bevágsz. Tehát, hogy hoz egy ilyenfajta adrenalin löketet, ami aztán utána ö, gyakorlatilag elhomályosította az összes szabadidős tevékenységedet, és ez az fotózás, ez most már gyakorlatilag az életed nagy részét meghatározza. Érdekes a kérdés, nem tudok rá ö, egyértelműen válaszolni. Akkor ö, kezd nekem, ő jó érzést kiváltan egy kép, amikor már kész van, uh -huh. és, és többeknek megmutatom. Én is érzem, hogy, hogy jó, de vagy kevésbé. vagy kevésbé jó, de amikor többen véleményt mondanak, az, az meghatározó. Uh -huh. A kiállítás... Fontos, hogy olyan is legyen, bocsáss meg, hogy be, csak hogyha ma már itt tartunk, Igen. hogy fontos, hogy olyan ember is véleményezze, akinek megbízol a, a szakmaiságában, vagy ha nem fotós, akkor ízlésében. Teljesen fontos, nagyon fontos. Tehát legyen visszajelzés. Nagyon fontos. Itt a szerkesztőségben is nálatok van olyan fotós, akivel nagyon jó a viszonyom, és igenis számít, hogy hogy ő mit mond. Aha. Még akkor is számít, ha, ha kicsit froclizás képpen mondja, de az megragad, megragad bennem, és az, az, az jó, az mm. jó. Egy ilyen eseményen, mondjuk egy Újpesti eseményen, koncerten, városnapokon, stb. Mm. stb. ahhoz zajlanak a dolgok, ö, több fotós is van, aki dolgozik, és te ott, te, ott vagy mellettük, aki fotózik, ugye nem biztos, hogy éppen dolgozik, vagy hívjuk ezt akárhogy. A többi fotós téged elfogad már, mint fotóst? Mit, mit látsz? Teljesen. Ko a? Igen, igen, igen. Ez, ez is nagyon-nagyon jó érzés. Uh -huh. Mint ahogy annyira jó érzés volt, hogy a közművelődési tagja vagyok, hogy amikor oda lekezdtem járni, elkezdtem oda lejárni, akkor az ott 50 év, vagy hát annyi nem, 30 éve ott ö, lévő tagok, uh -huh. de jó, hogy jöttél, mi van veled? Kezdték velem, akit jó, szóval befogadtak magyarul. Ez is, ez jó. Ez nagyon S jó. És ugyanígy ez a is. fotósok is. Ugyanígy akkor... a fotósok. Akkor azt mondja, a aki... Csak, a... Nem... Bocsánat, Igen? csak nem szabad nekem ebből túlzásba vinni. Vagyis? Vagyis, hogyha befogadtak is, nem, én nem keresek ebből pénzt, a kollégák, akik ott vannak, mármint fotósok, ebből ez a élnek, munkájuk. ez a munkájuk. Magyarul én nekem sokszor háttérbe kellett van, vannak van. prioritások, hogy nem biztos, hogy egy képet lehet csinálni a, a nem tudom kiről, Igen, akkor, akkor akkor nyilván akkor nem én te fogok. Inkább nem, de ők csinálják. Aha, tehát van egyfajta ilyen bejáratott Van, mun ez. munkamódszer. Azt írja a kiállítás, ö, nem is tudom szövege, a kiállítás leíró szövege az Újpesti Kultés Központ honlapján, hogy Újpesti fotós szívügye a város és a közösség, szereti megörökíteni azokat a pillanatokat, meg sok Újpestinek, meg sok ilyen Újpestinek fontos lehet, meg sokat jelenthetnek. Látás helyzetek formálták. Sokszor van olyan, hogy az újpesti értéket már ismernek, hogy a, a, a fotós ember, aki össze-vissza megy. Figyelj, Gyurikám, adjál egy képet, mert láttam, hogy Tehát Ezek... Ez is érdekes. Most visszatérek egy 30 évvel korábbi, 40 évvel korábbi dologra, Igen. hogy én Újpesten voltam, mint amit mondtam rendőr, hogy amikor civil ruhában voltam kint, nem ismertek meg. Aha. Hát ugyanez, hogyha a... nincs nálam a fotóaparát, akkor elmenek. A... <laughs> Valahon, mintha. Hmm. De ha nálam van, sokszor mondják, hogy Gyuri küldjél már e-mail cím. Küld már, hát légy Nem terhes az? De sokszor. Azt én... hittem, hogy lesz itt egy ilyen, ilyen illedemes füllentés, hogy nem, ne, de ne, hogy. Nem, nem füllentek, de terhes. De most, de hát ott van, új pestér vagyok. Mm. Ez az egész fotózás dolog, ez helyettesíti az életedben az egyenruhát is? Ezt úgy értem, hogy kitölti az életedet? Nem. Mármint, hogy. A fotózás az... A fotózás az ki, az Aha. kitölti ki. Főleg amióta egyedül élek, ez a hobbim mellette az unokám, a lányom, a vejem. Ők is ezt teljesen elfogadták, hogy most egy fotós lett. S teljesen. Sőt, a lányom nagy kritikusom. Aha. Ő, ő megmondja a tutit, szoktuk mondani. Mm. Művészet mindörökké ez a, ez a kiállítás címe. Magyarázd meg egy kicsit ezt, légy szíves. Elég, a, hangz, elég hangzatos. Nem véletlenül hangzatos, mert hogy a fő témám, az Újpesten élő, vagy Újpestről származó képzőművészek fotózása, munka közben, tehát a, uh -huh. a műtermükben, alkotás közben. Uh -huh. Cím ebből adódik. Csak azért is fontos ezt elmondani, mert a beszélgetésünk eddigi részai alapján lett, hogy azt gondolták a nézőink, gondolták tök jogosan, hogy valószínű ez valami olyan kiállítás lesz, ami Újpesti rendezvényeken, ahol Újpesti rendezvényeken készült, a, a, vagy ott készült fotókból, de ezek szerint jobbára nem. Nem, nem. A fő csapás irány a, a művészek munkája, mint amit az előbb mondtam, Aha. a műtermükben, és emellett, az én fotóm mellett, a művész által hozott egy festmény. Tehát mellett, válaszolgatnak mellett, egymásra a társművészetek? Van, vagy ö, van ö, két szobrászunk, aki két kis plastikát hoz, uh -huh. és az van a fotója mellett. Uh -huh. Ezen kívül ez lesz a alsó részen, főső galéria részen pedig azért szerelmem a portrék. Ö, és hát arra is kíváncsi vagyok, hogy mi lesz a vélemény. Mert hogy lehet, hogy adott újpestiek saját magukat ismerik föl a. Nem újpestiek. Nem újpestiek. Az nem. Az, 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 az a sport. Az klasszikus az... sport. Igen. Ö, színészek, színészek vannak benne. Van egy hölgy, aki nem tudom ki, de tetszett a hmm. arca. Már meglátják a. Tehát nem is akarsz neveket mondani, annyira. Nem, 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 nem. Tehát Egyel... majd o... Majd. Az miért alakult így, amit mondtál, hogy ez ilyen társművészetes kiállítás lesz, összművészetesről a képzőművészet és a, a fotó a képzőművészről találkozik? Ez eleve innen indult a kiállítás ötlete? Eleve innen indult. Tehát ez ott az alap. Ez, ez indított el, Aha. mivel visszautalok a közművelődési körre, Igen. hogy ott festők, művészek, képzőművészek, iparművészek gyülekezete, és ott mindig erről volt szó, meg beszélgettünk, és volt egy ötlet. És ezt az ötletet megerősítette, most furcsán fog hangzani, pedig nem, nem annak szánom, egy fotókiállításon, pályázaton nyertem. Egy, két képpel, ugyanezzel a képekkel. Ez volt a téma. Igen. Ez volt a téma. És akkor a polgármester úr azt mondta, hogy azt a mindenit, hogy nem nekem jutott ez eszembe. Hmm. Na innen aztán elindult a, a lavina mert mondom, na, ebből én csinálok egy kiállítást, és itt van ez az. Mm. Régi terved már egy kiállítás, mond Igen, igen, ez ez nekem nagyon sokat számít. Ez sokat számít. Miért nem so... volt eddig? Azért már sok éve. Hány éve csinálod ezt az egészre? Hát, vagy hat. Igen. Nem tudom miért. Nem, nem jött. Vagy így alakult? Így alakult. Így alakult, és, és ami nekem nagyon fontos ez, hogy az unokám majd mondjuk 20 év múlva, 25 év múlva, azt tudja mondani, hogy néznek, a nagypapa ezeket csinálta. Mm. A hát nagyfater valami, képei. Igen, valami maradjon utánam. Mm. És ne, ne a Budapesten valahol fotó, hanem Újpesten. Fotózott dolgok, valami maradjon. Mm. Ez egyébként felteszem, az is kell, csak visszakanyarodva a beszélgetésünk elejéhez, hogyha az ember ugye nem tudja, hogy most én ügyes vagyok -e ebben, jó vagyok-e, jó e a képeim, hogy azért amíg eljutsz mondjuk hat év alatt egy kiállításig, az az kell, hogy, hogy azért jobban már, vagy biztosabb legyél magadban, a fotótudásodban, a szakmaiságodban, a képeid minőségében. Igen. Ö, mégis ott vagyok, hogy mondjuk száz kép közül 5. amit amire én azt mondom, hogy igen, ezt tudom vállalni. Mm -hmm. Jó, hát művész ember, vagy művészetekkel, bárhogy is foglalkozó ember, nincs kétségek nélkül, nem? Hát persze. Ez persze. az egyik egyik, persze, egyik lényege. Persze, nem? persze. Különben nem is születhetne jó, hogyha Ú -ú. mindegyikre azt gondolod, hogy fú, de jó vagyok. Ú, de jó. Ú, én vagyok a király. <laughs> én de a hát ez legjobb. nem igaz. Ez Aha. nem igaz. Aha. Az kb. ebből a kiállításból kiderül, hogyha valaki végnézi, hogy te hol tartasz most a fotózásban, mit tudsz? Tehát ad egyfajta ilyen évet. Nem tudom. Ki fog derülni a Aha. végén. Ott van a vendégkönyv, majd beleírják. Ö, szerintem nincs még itt a, a számadás, hogy na, ezt tudom, Aha. ez az első lépések. Ö, fog még ez folytatódni, én szeretném ezt a művészek fotózását folytatni, uh -huh. mert ugye 11-12 művész lett fotózva. Ők nyitottak egyébként el, hogy a leg, nyitott, legintimebb mindegy. alkotás közben odajöjjön egy ilyen kukacoskodó ember, aztán ott kattogtasson? Mindegyik nyitott volt. Egy ember nem volt nyitott, nem mondom meg a nevét nagyra tartotta magát a kitüntetéseivel, legyen rá bele Boldog. Azért egy frissen kitüntetett művész ember fogja megnyitni ezt I... a kiállítást, a nemrég kossuth -díjat kapott Bertalan Tivadal. Így van. Emeli majd az estfényét. É, és azt azért meg kell mondjam, hogy amikor erről szó volt, hogy ki... Vissza Igen? Hogy ki ő, ír, olvassa föl, vagy mondja el a megnyitott, akkor még én nem tudtam, hogy Kossuth Díjas lesz, de annyira örülök neki, mintha én kaptam volna. Nagyon jó ember, nagyon jó haver, és nem is látszik a korkülönbség közöttünk. Te sok vagy ilyen. az öregebb. Én vagyok az öregebb. Sok ilyen ember kéne. Sok hmm. ilyen művész kéne. Terveid? Következő kiállítás? Most kérdezem, még meg se nyílt ez a most. jó. Közös, közös. Ö, fotózó... Fotósokkal közös. Az, az, az egy mérőpont. Nem tervezel olyat, hogyha már ennyi rendezvényen fotózol, Újpesti rendezvényen, koncerten, hogy abból valami anyagot összeállítani? Nem no, tudom, hány városnapokat csináltál... Sokat. -már meg, de sokat. Igen. Tudod, mint gondolkoztam? Azon gondolkoztam legutóbb, hogy a görgeibe ugye a felújítás volt az utat, meg a villamosint, meg mindent, közművet átalakították, és én ott nap, mint nap fotóztam. Arról lehetne egy. De ez mitől sor... izgalmas oda menni, hogy Úristen jött egy árok? Az a, lett egy a folyamat. Tudod mi? A képbeállítás, a szerkesztés, az az izgalmas. Hmm. Mert ott bárki oda tud menni, lefotózza, hogy ottan kalapálják a betont, de de másszal, más szemmel láttam én. Csak hogy maradjanak, maradjon lövésem, vagy maradjanak ezek a rendezvények. Mi van azzal a rengeteg fotóval, akit, amit meg megvan, csinál? mind megvan. Mind megvan. Hát akkor hajrá, hogy legyen belőle Ez valami anyag. E... Hát, ha megrendelitek. <laughs> Legyen ez a végszó. Gratulok a kiállításhoz. Remélem, minél többen fogják megnézni. Április 7-től 18 órákor kezdődik a, a megnyitó, egészen április 29-ig Művészet két címmel Lebovics György fotókiállítása az Újpest Galériában. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Köszönöm én is a megkívást.